Előkészítő munkák a várban, az injektáláshoz melegebb időre van szükség. Két borsodi iskola és a versenyzők között belgyógyászatból rendeztek vármegyei döntőt. Medvék, farkasok, hiúzok, vadállatok a középpontban. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc Ma, a Miskolc TV híradója, jönnek a részletek. Dolgoznak a szakemberek a Diósgyőri vár tornyainak és falainak megerősítésén. Jelenleg a hideg idő miatt az előkészítési munka zajlik, az úgynevezett injektálást akkor tudják elkezdeni, ha a hőmérséklet tartósan 5 fok felett alakul. A tervek szerint a fejlesztés folytatásához szükséges pótmunka fél évig tart majd, de párhuzamosan a várfalak és csatlakozások megépítése is elkezdődhet. A Modern Városok programban Miskolc még 2019-ben nyert támogatást a Diósgyőri vár felújítására, a munka pedig 2021-ben kezdődött. A beruházás előreláthatólag 2025 tavaszára vagy nyár elejére készülhet el. A hatalmas fúrószár szinte erőlködés nélkül fut bele a várfalba. Ez is azt jelenti, hogy belül üreges. Ezért nem elég erős ahhoz, hogy elbírja a tervezett ráépítéseket. Az üregeket a felújítás folytatásához ki kell tölteni. 50x50-es részekben megfúrják a tornyokat, 30 fokos szögben. Előkészülnek az injektálási munkafolyamatokra. Amihez most még túl hideg van. Ezért, amíg nem melegszik az idő, addig a szakemberek igyekeznek annyi furatot készíteni, amennyit csak lehet. Ha pedig már nem fog fagyni, és tartósan 5 fok felett lesz a hőmérséklet, bekerülhet a falakba a speciális kitöltőanyag. Felállványozva vár a szemközti torony, a munka tavaly novemberben kezdődött el újra. Előtte viszont a kivitelező kénytelen volt 9 hónapra leállni. A nem várt pótmunka ugyanis 2 milliárd forintba kerül, amihez a kormány a szakértői vélemények ellenére sem nyújtott támogatást. Ez azt jelenti, hogy november plusz 6 hónap, annyi volt a szakértői véleményekben átlagosan meghatározva határidőnek. Tehát 6 hónap az, amíg a injektálási folyamatot elvégzi, amíg végezni fog vele. Ez tavasszal készen van, viszont nem kell megvárni azt, hogy teljesen végezzen az injektálással, hiszen párhuzamosan szerintem egy olyan 3-4 hónap múlva elkezd tudni majd tovább haladni a várfalaknak, illetve a csatlakozásoknak a megépítésével. A Diósgyőri vár már csaknem 3 éve felújítás alatt áll. 2019. szeptemberében jelentették be, hogy Miskolcé a leginnovatívabb fejlesztési csomag a Modern Városok programban, ebbe tartozott egyebek mellett a vár átalakítása is. A hosszú leállás ellenére a város vezetés abban bízik, hogy 2025 tavaszra vagy nyár elejére elkészülhet a beruházás. A Diósgyőri várról és az ottani munkákról bővebben a Szerdai Kilátó című közéleti magazinunkban számolunk be. Két borsodi iskola 10 diákja mérte össze tudását a második Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny második fordulóján, azaz a vármegyei döntő. A fiatalok mindannyian egészségügyi szakképzésben vesznek részt, hétfőn belgyógyászat ismeretekből versenyeztek a szakmai zsűri előtt. A diákoknak szituációs feladatokat kellett megoldaniuk szimulációs eszközök használatával vagy beteg imitátorok bevonásával. Alapápolás, gondozás és elsősegélynyújtás alapismeretek témakörben szerdán versenyeznek majd a diákok. Hétfőn reggel a Vármegyei Kórházban nyitották meg a második Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny vármegyei fordulóját. Sátoraljaújhelyről és Miskolcról is érkeztek diákok, hogy összemérjék tudásukat. Jó napot kívánok! Maga biztosan lép a beteghez a 12-es Tóth Bence. Először alaposan kikérdezi, milyen panaszai vannak. A beteg nem igazi, egy fiatal segítő játssza el, hogy kórházi ápolásra szorul. A versenyzőknek szituációs feladatokat kellett megoldaniuk, ezt a tapasztalatot pedig később is kamatoztathatják majd. Többet tanulok, többet hozzá tudok szólni a szakmámhoz, és fejlettebb leszek. A vármegyei döntőn 10 egészségügyi szakképzésben résztvevő diák mérte összetudását. Országszerte 438-an jutottak tovább.
Hétfőn a belgyógyászat témakörben indulók versenyeztek. Szituációs feladatokat gyakoroltunk, minden olyasmi, ami a belgyógyászat tárgykörébe hozzátartozik, és igyekeztünk elég intenzíven odafigyelni arra, hogy a beteggel való kommunikáció, illetve maga a gyakorlati feladat a szakma szabályainak megfelelően történjen. A verseny célja az egészségügyi szakképzés színvonalának további növelése, a versenyzők szakmai tudásának felmérése, valamint a szakképzésbe való belépés vonzóvá tétele a szakmák bemutatása által. Ez a verseny is ugye gyakorlatias elemekből áll, ami egy kicsit motiválja a résztvevőket, megmutatja nekik, hogy ez a tanulás, amit nap mint nap végeznek, az hova vezet és milyen célja van, tehát a beteg gyógyulását, ezt milyen úton, módon tudja majd segíteni. Másrészt pedig a külső szemlélőnek, ugye ennek azért van egy sajtóvisszhangja, egy kis betekintést nyújt az ápolók munkájába, és egy kicsit kedvet csinál ahhoz, hogy valaki arra adja a fejét, hogy ápoló legyen. A verseny első helyezettje az országos megmérettetésre jut tovább. A vármegyei döntő szerdán az alapápolás gondozás ismeretkörben továbbjutók megmérettetésével folytatódik. Szuhakálón helyezték örök nyugalomra szombaton délután Csorba Piroskát. A Szabó Lőrinc díjas költőt, írót, tankönyvírót, tanárt életének 72. évében január 16-án érte a halál. Csorba Piroska felsőfokú tanulmányait a Bessenyei György tanárképző főiskolán, majd a Miskolci Egyetemen végezte, nyugdíjazásáig a Herman Otto gimnázium tanára volt. 2002-ben átvehette a Szabó Lőrinc irodalmi díjat, 2022-ben munkásságát Miskolc város napján a Pro Urbe kitüntető címmel ismerték el. Temetésén lánya és pályatársai mellett Miskolc város nevében Borkuti László közművelődési és turisztikai tanácsnak mondott búcsúbeszédet. Miskolc város költője lettél szerencsénkre, így ismert a világ. Költészeted, írásmódod, szövegszerű megfogalmazásaid felemelően földközeli, álomszerűségéből fakadóan felettünk lebegő volt. Mindig hiteles voltál önmagadhoz. Nem követtél el semmiféle divatot, nem csatlakoztál megosztott világunk egyik szekértáborához sem. Megmaradtál a Szuhakálóból indult és Miskolcon szakmai és művészi értelemben is kiteljesedő ember, aki nem kevesebbet teljesített, mint egész népét tanította, nem középiskolás fokon. Újra megrendezték a Ragadozók napját a Miskolci állatkertben. A szervezők ezúttal kifejezetten azokra a vadállatokra fókuszáltak, amelyek a közelünkben élnek. Így a medvék, a farkasok, a hiúzok és a vadmacskák voltak a középpontban. A szakemberek elsődleges célja az volt, hogy eloszlassák azokat a tévhiteket, amik ezekkel az állatokkal kapcsolatban születnek. Szikrázó napsütés plusz jó levegő egyenlő irány a természet. A szép idő sokakat a vadasparkba csábított hétvégén. De nem csak a látogatók, az állatok is örültek a koratavaszi időjárásnak. Lustán cammogott az egyik miskolci medve a kifutójában, akit az érdeklődők így egészen közelről figyelhettek meg. Bár ő volt a vasárnapi program egyik főszereplője, senki nem szeretne vele véletlenül összefutni az erdőben. Igazából utána néztünk, hogy mit kellene csinálni ilyen esetben. Reméljük azért nem találkozunk egy nagy medvével, mert az adrenalin akkor biztos felszökik, aztán a stresszfaktor nem biztos, hogy segít, és meglátjuk. Azért reményeink szerint nem találkozunk egy kis gyerkőccel egy óriási medvével. Tavaly jelentek meg a hírek, miszerint barna medve él a bükkben, azóta pedig már ketten is vannak. A nagy ragadozóktól való félelem azonban a szakemberek szerint sok esetben alaptalan. Éppen ezért szervezték meg a Miskolci Állatkert dolgozói újra a Ragadozók napját. A mai nap kifejezetten a bükkben őshonos, Magyarországon megtalálható ragadozók volt a cél. Tehát azok az állatok, akik itt élnek, és bár nem találkozunk velük, de hallunk róluk, láthatunk ugye a tévében vadkamerás felvételeket, vagy éppen szegről végről hallunk természetőröktől, vagy bükki nemzeti parkosoktól, hogy éppen vannak itt a közelünkben farkasok, vagy medvék, vagy esetleg vadmacskák és hiúzok. Ezeket az állatokat az érdeklődők meg is nézhették. A Miskolci állatkertben jelenleg két hiúz, egy farkas és egy vadmacska van. A faj megjelenése igazából
nem véletlen. Emellett például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberének előadását is meghallgathatták a látogatók. Gombkötő Péter elmondta, rendszeresen figyelik vadkamerával a Bükkben élő állatokat. Ezek alapján elmondható, hogy farkasból például kevesebb példány van, mint a korábbi években. A barna medve pedig úgy néz ki, hogy állandósul. Amit az emberek gondolnak, illetve a valóság, az óriási különbség van igazából, mert az a néhány állat, amit a környékünkön mozog, semmiféle konfliktus eddig nem okozott, és úgy gondolom, hogy nem is fog. Nyilván itt vannak olyan érdekcsoportok, akik esetleg abban érdekeltek, hogy egy teljesen más kép alakuljon ki ezekről a nagyragadozókról. Ennek jelenleg a hazai viszonyok között semmiféle realitása nincs. És bár ezek a nagy ragadozók ösztönösen és messziről elkerülik az embert, a szakember óvatosságra int. Egy véletlen találkozás esetén érdemes követni a viselkedési szabályokat, amelyek megtalálhatók a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján. Két sportág eseményei uralták az utolsó januári hétvégét sportszempontból. Miskolcváros női és férfi röplabda csapatai is pályán voltak, a női kosárlabda élvonalat hibátlan mérleggel vezető DVTK Hunterm együttese mellett. A szombaton és vasárnap történteket foglaljuk most össze. Egy nehéz spanyolországi Euroliga rangadót követően lépett parketre a Magyar Bajnokság 12. fordulójában a DVTK Hunterm együttese. A Cegléd vendégeként tovább folytatta fantasztikus győzelmi sorozatát az NB1 A csoportjában Völgyi Péter edző csapata. Az újabb siker mellett nagyon komoly eredményként említhető, hogy a piros-fehérek mindösszesen 48 pontot engedélyeztek ellenfelüknek, míg maguk 70 pontig jutottak. A legkomolyabb diógyőri fegyver a kitűnő csapatjáték mellett Kajla Charles, Anna Tadics és Lelik Réka is 12-12 pontig jutott, de ehhez a magyar válogatott klasszis még 6 lepattanót is hozzátett. A mérkőzés utáni értékelésében a miskolci légiós Monika Griglauskytja fogalmazta meg a legjobban a lényeget. Ahogyan elmondta, ezeknek a mérkőzéseknek az adja a legnagyobb nehézségét, hogy az ellenfélnek nincs veszíteni valója. De újabb idegenbeli győzelmével továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezeti a hazai pontvadászatot a Diósgyőr. A piros-fehérek kedden pedig már újra pályára lépnek az Euroliga csoportkörét vezető török sztárcsapat a Fenerbahce otthonában. Szombaton a székesfehérvári Mávelőre ellen zárta a női röplabda extraliga alapszakaszának hazai mérkőzéseit a DVTK Ongropak csapata. A dobogós helyen álló ellenféllel szemben nem kezdte jól a találkozót a miskolci együttes, az első két szedben 18, illetve 12 pontig jutott Németh Szabocs vezetőedző csapata. Ám ezek után egy pozitív fordulatot produkáltak Egri Klaudiáék, és megnyerték a szoros végjátékot hozó harmadik szettet. A negyedik és, mint kiderült, utolsó játékrészben is jó felfogásban szerepeltek a hazaiak, ahogyan a Diósgyőri szakvezető fogalmazott, apró nüanszok döntöttek csak a végeredményről, de ez a végjáték a vendégeknek sikerült jobban, és 3-1-re megnyerték miskolci fellépésüket. Az utolsó alapszakasz találkozót pedig február 2-án pénteken Kaposvárra teljesíti majd a csapat. A most látható felvételen Kecskemét csapatával hazai pályán mérkőző MEAFC férfi röplabdázói a Dág otthonában folytatták szereplésüket az Extraliga hétvégi fordulójában. Az eddigi vezetőedző Bagó László lemondása után ezen a találkozón irányította először a csapatot Kovács Zoltán, aki eddig a csapat másodedzői tennivalóit is ellátta és játékosként is pályára lépett. Az ős MEAFC-os új szakvezető irányításával idegenben is remekül kezdtek a sárga kékek, és megnyerték az első két szettet, és bár szépített a házigazda, de végül 3-1-es MEAFC győzelem lett a vége. Az idegenbeli sikert követően pedig majd vasárnap 18 órától mutatkozik be hazai pályán is az új szakmai stáb, amikor is a MEAFC Dunaújváros csapatát fogadja majd. Kedden sokfelé indul párásan, ködösen a reggel, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, híradóval legközelebb kedden este 6 órakor jelentkezünk, tartsanak velük akkor is, viszontlátásra!